Tiszteltel köszöntök mindenkit ebben a nem túl jó időben. Körülbelül az alkalomhoz illő egyébként. Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzak. Kis Gergely András vagyok, a Magyar Gárda tagja és a Jobbik Magyarországért Mozgalom OSZDI elnöke. Néhány szót az OSZDI Jobbikról. Április elején alakultunk 7 fővel. Most 2 hónap alatt 16 főse duzzadt a létszámunk. Ez az első megemlékezés, amit itt önállóan szerveztünk, de én biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó. Kötelességünknek éreztük, hogy megemlékezzünk a szégyenletes trianoni békediktátum aláírásának 88. évfordulójáról, mert úgy érezzük, hogy ez az esemény, ez ennyi év távlatából is bénító erővel hat a magyarságra, és éppen ezért emlékeznünk kell, nem szabad felejtenünk, mert csak azt veszítjük el, amiről mi magunk is lemondtunk. Köszönöm szépen, akkor én átadnám a szót műsorvezetőnknek, Barnáni Kozma Juditnak, aki a megemlékezésünket le fogja vezetni. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Jobbik Magyarországért Mozgalom OSZDI, Kazincbarcikai szervezete és országos elnöksége nevében. A héten, mikor készültünk erre a megemlékezésre, oly sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi lenne az a mondat, amivel igazán be lehetne ezt a megemlékezést vezetni. És a Jóisten kegyelméből egy csodálatos ember volt vendégünk Trianon előestéjén, és tőle lopok most el egy gondolatot. Magyarország a Földön az egyetlen ország, amelyet Trianon óta saját népe vesz körül. Ha azt halljuk, hogy Trianon, mindenkinek eszébe jut valami. Nyilván, akik itt vagyunk, Ózdon, a Csonka országbeliek, teljesen másképp éljük meg, mint a határon túliak. Egy személyes történetet mégis elmondanék a megemlékezés kezdetekor. Nagyon kedves kárpátaljai ismerősömnek a héten meghalt a nagymamája. Ahogy felhívott telefonon, beszélgettünk, mint emberek, és azt mondta, hogy tudod, 86 éves volt, olyan szép kort ért meg. És hozzátette a végén, hogy 21-ben született. És akkor végigfutott rajtam az a gondolat, hogy édesőisten 21-ben született. És rá azt mondjuk, hogy szép kort ért meg. 21-ben született, és ő már soha nem volt magyar állampolgár. De a fejfáján mégis úgy van írva, magyarul, hogy Borbála. Tegnap este érkezett üzenettel szeretném az ünnepi műsort bevezetni. Meghitt megemlékezésben újjanak le végre Trianon falai. A szeretet oltáránál égjen szét a fájdalmas múlt, melyben megtisztulhat a magyarság jövője most és mindörökre. Kérem, fogadják szeretettel megemlékező műsorunkat, Madaras Zsolt Szovátáról, Ölvecki László Kazincbarcikáról. Magyarország katonái, tudtok-e még talpra állni? Tudnotok kell, űz az átok. Tudnotok kell, nincs hazátok. Most nem másért, most magunkért. Magunk írjuk magunk sorsát. Lenni kell most, vagy nem lenni? Itt víjog a végzet rajtunk, gyászország lett Magyarország.
Hadd jöjjön hát, aminek jönnie kell. Idők lavináját ernyett karok, ha többé fel nem tartják, de mi? Simuljunk össze, magyarok. Kiáltó szó, ha nem lehetünk már, egy titkos társaság legyünk. Kivándorolni, elbújdosni? Nem, mi innen nem megyünk. Nagy szalmatüzet lángjaiból maradt szívünkben egy marék izzóbb parázs, égő világoknál ezerszer izzóbb, és izzóbb nála nem lesz semmi más. És egymás szíve falán végzetünk mélyén egy néma jelszót kikopogtatunk, mint jeladást a katakombák mélyén. Mert idők mélyén vajúthat sok halál. Sok minden meg lehet. Áltunk sok vihart, nekünk ez sem új. Ha kiszaggattak, új gyökeret vertünk. Mi tudjuk, mit jelent, bal szél, ha fúj. Nem tagadom, jöhet még zordabb idő. Sok mindent nem lehet majd merni. Talán szavunk se lesz, jajunk se lesz, csak a szívünk fog verni. Magyarul fog verni. Szültantokon koronából kettős keresztnő, ez mutatja, hol a hazád, akár merő jössz. Bal oldalán nyolcszor vágott mező látható, négy nagy folyót jelképez, de csak három található. A mi hazánk, szép nagy Magyarország, címerének tetejében arany koronánk, melynek fénye egyre jobban halványodni kezd. Hazám, hazám, Magyarország, nem találod a helyet, egy istened van te néked, ő lesz majd veled. Ő bátorít mosolyogva, majd ha öröm ér, ő lesz az, ki harcol véled a szent földedért. Csak mi adhatjuk. Egy gyűrűt készítetek. Feketét acélból. Tisztelent, keményet és a dátumot belevésetem. Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget, s jusson eszembe, hogy az életem egy kockára tettem föl mindenestől. Június 4, 1920. Én megállok e sírkő dátumon, én nem megyek egy lépés se tovább. Eszembe jutnak nyugat népei, a gők, a hitszegés, a csalfaság, a társtalanság komor bélyege a megalázott, széttépet hazán. Mohács, Majtény, és világos után nőli Versailles, és a Trianon. Párizs, te hitvány, döjfös ember, Bábelt, csak gyűlölni és megvetni tudom. A dalai, a csipkés finomak, mikért egy költőnk vágyva könnyet ontott, nekem káromkodó rút rikácsolás, s én visszavetem néki, mint a rongyot. Remete nemzet lesz a magyar nép. Mintha magányos szirten állana vezető oszlop tornyos tetején. Csak istene lesz véle és bánata. Eszembe jut a kettétört kard és lobogóink,
tépett erdeje. És néma fagyott döblű kürtjeink, a némaságunk, mintha zengene. Június 4, 1920. Dátum lázít, fenyeget és int. Eszembe jutnak elnyomóink itt, és árva testvéreink odakin. Egy gyűrűt készítetek, feketét acélból, víztelen keményet. És a dátumot belevésetek. Magyar, hadd érezzem az ujjamon, hogy éget. Ciros, fehér, zöldet. Jusson eszembe. Írjuk fel az életet. Az életem minden nemes. Egy kockára tettem föl. Kinek lelket minden estül. És országunkat együtt veszik vissza. Büszke szemmel nézzük Nimród király fényét. Az igen győzi le örök ellenségét. Csoda szarvasunknak követjük futását. Hunorcs magyart hívó égi vágtatását. Attila kardjáról csodákat mesélünk. Ha e kard kezünkben semmitől se félünk. Csaba ifjú király, meghajlunk előtted. Fényes csillagösvény az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint a fáink régen, törjük szét a láncot. Figyeljük a turul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Szeretett hazánkat körbeveszünk Kárpát, ide tértek vissza álmos fia Árpád. Állítjuk ó Mózes magyar koronánkat, a királyunk fején ránk senki sem támad. Nagy Magyarország, te sosem maradsz árva, mindig szívünkben élsz, szeretetbe zárva. Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza. Esküszünk a nemzet magyar istenére. Piros-fehér zölden írjuk fel az égre. Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza. Keserű szívvel mondom, bizony mondom néktek, ki csonka magyarok. Ország szíve, Magyarország szíve ma már a végeken dobog. Hangos szóval hiába fogadkoztok, hogy soha, s mindörökké. Az ország szíve, Magyarország szíve, ott ver, hol Magyarország nincsen többé. Őket ott összekalapálta a bánat, ti atomokra hultok itt el szét. Egymást farkas fogakkal tépitek, nektek nem volt a nagy lecke elég. Merre nézek pártok, újra pártok és zászlók, amiket a szenvedély már előre a más férjébe mártott. Keserű szívvel bizony mondom néktek, ti csonka magyarok, az ország szíve, Magyarország szíve nem bennetek dobog. Nem halljátok, mit üzennek a végek? Pártatlanul, politikátlanul, reménytelenül is miénk. A lélek,
hangos szóval ne fogadkozzatok, hogy soha, mindörökké, szétporlodnak az aranyszólamok, iszapos, durva röggé. Térjetek magatokba, és próbáljatok önön magatokhoz, és próbáljatok hozzájuk méltók lenni. Aztán gyertek őket visszavenni. Összesúgtak az angyalok. Féltek, vagy azt hittétek, a föld megáll, vagy lassabban forog. Egy régi dalban a velszi bárdok elénekelték a győztetek. Csak kellett, hogy saját véretek itassa át most a földeket. Itt a nap, hogy együtt énekeljünk, tiltották, de mégis itt vagyunk, hogy a gyermekek ne vessenek, s ne szóljanak. Hitetlenekhez szólok. Ne féljetek! A tűz még nem aludt el. Csak hamut szórtak az izzó parásra. Ne féljetek! Olcsók rajcáros hittel ne gondoljatok temetésre, gyászra. Ne féljetek ti, elcsüggett Tamások. És ne nézzetek könnyesen a ködbe. Hát elhagytak már mind az álmodások. Azt hiszitek, hogy így lesz mindörökre? Ne féljetek, ti rémült Isten adták. A történet még nincsen készen mi vélünk. A torkunc évszázadot folyzogatják, és mi mégis most is élünk, mindig élünk. Egy szív. Ne féljetek, nem temetőbe vittek. Csak börtönhez, mit végünk sírul szántak. Így akartál. S van még súlya a bilincses ökölnek. És van szárnya a hördő miatján. Ne féljetek, ti gyötrött árva lelkek. Nem halt még meg a magyar, csak kifáradt. Nem áll a szív meg. Csak egy percre dermedt. De már dobog, a mérre újra árad. Ne gondoljatok temetésre, gyászra. Ne sírjatok hitetlen gyáva hittel. S ne szóljanak. Csak hamus szállott az izzó parásra. Ne féljetek. A tűz még nem aludt el. Egy csillagképben összesúgtak az angyalok. Féltek, hogy azt hittétek, a föld megáll, vagy lassabban szépen Madaras Zsolt Szovátáról Erdélyből, és Ölvecki László Kazinc Barcikáról. Azt hiszem, egy pár percre így egyesült Magyarország. Megemlékezésünk szónoka Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke.
Köszöntjük szeretettel Pozdon! Isten hozott mindenkit, nagyon köszönöm mindenkinek, aki ezt a szombat délelőttöt a zokogó ég ellenére is arra szánta, hogy itt velünk együtt emlékezzen erre a 88 évvel ezelőtti tragédiára. Engedjék meg, hogy azzal a köszöntéssel köszöntsem önöket, amelyik egy nagyon szép köszöntés is a mi testvéri közösségeinkben szokásos. Adjon az Isten! Talán egy nem ide illő dologgal kell kezdenem, de az emberből kikívánkozik. Ugyanis június 4-én, amikor a világon 15 millió magyarnak facsarodik össze a szíve, 41 néhány éve van egy ember, aki ünnepel, méghozzá a születésnapját. Gyurcsány Ferencről van szó. Ugye, hogy nincsenek véletlenek? Hogy pont ezen a napon kellett ennek az istenverésének a világra jönnie. Egy emléknap az mindig akkor ér valamit, hogyha nem csupán emlékezünk a múlt egy dicső, vagy jelen esetben éppen szomorú eseményére, hanem akkor, hogyha meghalljuk a jelennek szóló üzenetét is. Mit üzen nekünk ma, Trianon, egy 88 évvel ezelőtti tragédia? A legsúlyosabb üzenete az, hogy Trianon nem egy múltbéli esemény. Trianon nem 88 éve volt, hanem 88 éve van. 88 éve folyik, 88 éve tart. Tart a határainkon túlra szakadt magyarok körében, és tart itt a Csonkaországban is. Ha végig gondoljuk azt, hogy mi mindent kellett elszenvedniük határon túli testvéreinknek, akkor az ember szeme gyakran könnybe lábad. 88 éve úgy élnek, hogy bár a nemzettudatukat nem lehet elvenni, mert ez a szívükben van, de elvették a hazájukat, a folyóikat, a völgyeiket, a hegyeiket. 88 éve folyamatosan jogfosztottságban élnek, gondoljunk a Benes dekrétumokra, az autonómia törekvéseik megakadályozására, az intézményeik folyamatos tönkretételére. 88 éve egy erőszakos, hol nyílt, hol leplezett asszimilációnak vannak kitéve. 88 éve folyamatosan érik őket, és manapság sajnos egyre gyakrabban fizikai atrocitások. És mégis mindezek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy Trianon nem a határainkon túl Trianon igazán, hanem itt ebben a Csonkaországban. Eljutottunk arra a pontra, hogy nem őket kell sajnálnunk azért, hogy mennyire nehéz nekik magyarként élni a szülőföldjükön, hanem eljutottunk oda, hogy bennünket, itt a Csonkaországban élőket kell, hogy sajnáljanak ők. Hogy mennyire nehéz nekünk itt magyarnak lenni a Magyar Köztársaság területén. A Horthy rendszer bukása után a Kádár rendszerről azt hiszem nem kell sokat beszélnem. Egy áruló külpolitika volt. Folyamatosan az úgynevezett testvéri szocialista országok részére mindenről lemondott. Ezek voltak azok az évtizedek, amikor hozzászoktak a környező országok, hogy tőlünk nem kell félni, hogy mi nem védjük meg a saját fajtánkat. De még talán ennél is súlyosabb volt az a pusztítás, ami az emberek lelkében végbe ment. Ahogy a Kádár rendszer sörnek és virslinek álcázta a leggyilkosabb mérget, a felejtést. Ahogy évről évre szoktak le az emberek arról a tudatról, hogy nekik vannak testvéreik a határon túlra szakítva. Egyre többen felejtették el, hogy a legnagyobb kisebbség Európában a magyarság. És ennek az évtizedeken át tartó pusztításnak a következménye volt az, ami most is zajlik. Ugyanis 1990-ben, amikor nagy reményekkel, milliók nagy reményével eljött az úgynevezett rendszerváltozás, ami valójában csak módszerváltozás volt, akkor azért sokan abban reménykedtünk, hogy talán a trianoni szindróma ügyében is lesz változás. Hát mondjuk ki, trianon szindróma van. Még azok számára is, akik nem is tudnak róla. Betegek vagyunk. Lelki betegek, trianon betegei vagyunk. És a pszichológia tudományának talán a legfontosabb felismerése az volt, hogy minden lelki betegségből való kigyógyulásnak a leges-legelső lépése az, hogy a bennünk rettegést okozó, homályos valamit kiemeljük a napvilágra, szembenézünk vele, megnézzük, hogy mitől is rettegünk, mert akkor már nem rettegés lesz, hanem csak félelem, és utána elindultunk a gyógyulás útján. És nekünk, nem csak a Kádár rendszerben, de az elmúlt 18 évben is tilos volt szembenézni Trianonnal. Továbbra is tabu. A lelkünk mélyére akarják lenyomni ezt a szindrómát, hogy ott mérgezzen bennünket tovább. És igenis, még egyszer mondom, még azok számára is, akik nem is hiszik el, vagy nem is tudnak róla, ott van bennük Trianon. A rossz döntéseikben, a megalkuvásaikban, az árulásaikban, a kis hitűségükben, a pesszimizmusokban,
ott van minden magyar ember lelkében Trianon. És 1990-ben milyen gyors volt a csalódás. Ugye az idősebbek talán emlékeznek rá, már a fiatalok is azt hiszem. Amikor néhányan a parlamentben meg akartak emlékezni Trianonról, és akkor az országgyűlési képviselők egy része kivonult. Ők még emlékezni sem voltak hajlandóak Trianonra. Talán ez volt az a szimbolikus pillanat, amikor mindenki számára, akinek volt szeme és füle, láthatóvá és hallhatóvá vált, hogy elsikkadt a rendszerváltozás. De nem kell visszamennünk 1990-ig, elegendő az elmúlt 4 év kis trianonjait végig elmélkednünk. 2004. december 5-ére gondoljunk. Egy népszavazásra a kettős állampolgárságról, ami olyan kérdésről szólt, ami sehol a világon nem kérdés. Mindenhol a parlament egyhangulat fogadja el, hogy a testvérünk az a testvérünk. Nálunk erről népszavazást kellett tartani. Az akkor, és sajnos még most is hivatalban lévő miniszterelnök pedig az ellen oldalt támogatta. A nemre buzdított. Ez számomra hazaárulás. És remélem egyszer majd felelni is fog érte. És hogy voltak embereknek százezrei, akik hallgattak is erre a gyilkos szóra, az elkeserítő. Talán kevesebbet beszélnek róla, de rá egy évre, 2005. szeptember 26-án. Volt egy újabb hazaárulás, egy újabb kis Trianon, amikor a román-európai uniós csatlakozást a magyar parlament megszavazta. Vígan és dalolva. Pedig lehetőség lett volna arra, hogy ott kiköveteljük az erdélyek számára az autonómiát. Talán még kevesebbet beszélnek róla, de tavalyi év végén, 2007. december 18-án a lisszaboni szerződés aláírásakor megint elkövettek a politikusok egy nemzetárulást. Megint volt lett volna egy lehetőség, ha nem írjuk alá a lisszaboni szerződést, akkor az egész Európai Unió dugába dől. Volt egy hatalmas kártya a kezünkben. És követelhettük volna megint az autonómiát a Felvidéken, a Délvidéken, Erdélyben. De nem tettük. Elsőként írta alá Magyarország a lisszaboni szerződést Európában. Szégyen és gyalázat. De én nem azért jöttem ide ma, hogy panaszkodjak és hogy buslakodjunk, mert azt gondolom, hogy 88 évvel Trianon után el kell, hogy jöjjön végre az a pillanat és az a nap, amikor nem gyásznap nekünk június 4-e, hanem megpróbálunk ebből a gyászból felállni, megpróbálunk előre tekinteni és tenni valamit ellene. Én örömhírt hozok, ugyanis az országot járva, és itt is most, hogy önök ennyien ide eljöttek, az idő és az ellenünk irányuló támadások dacára, örömhír, hogy egyre többen vagyunk. Az országban több száz Trianon rendezvényt tartanak, illetve tartottak az elmúlt napokban. A második világháború óta ilyen komoly társadalmi mozgás, társadalmi ébredés ebben a kérdésben nem volt. Új időket írunk. A Jobbik évek óta javasolja a politikának, hogy Trianon napja június 4-e legyen nemzeti emléknap. De a politika mindig süket maradt. Hát most meghallotta a nép. Civil szerveződések, egyesületek, mozgalmak, a Gárda, a Jobbik szervezetei az ország szinte minden pontján Trianon megemlékezéseket tartottak és tartanak. Azt gondolom, hogy eljött az az idő, amikor annak az új generációnak, amelyben én is tartozom, és az utánunk jövőknek meg kell fognunk azon idősebb és középkorosztályba tartozó testvéreinknek a kezét, akik hülyek maradtak a Kádár rendszer és az elmúlt 18 év hazugságai ellenére is, akik kitartottak, akik magyarnak maradtak, akiknek egyenes maradt a gerincük. És én örömhírt hozok nekik különösképpen, mert ez az új generáció, ami most följön, ami most megjelent, és amely követeli a saját hazáját, saját magának. Ez egy más generáció. Nem a Kádár rendszerben nőtt föl. Nem hazugságok között. Hanem nemzeti rockzenekarok, 56-os hősök, példakép értékű emberek társaságában szocializálódott. Nem vesztesnek született. Ez a generáció már győzni akar, nem fél. És hogyha kell, akkor harcolni fog a jogaiért. Tanul, készül, egyesül, gyülekezik. Szabad szólása van. És országot akar. És nem csak országot, hanem hazát is. És ez a generáció felnő, és beleszól ebbe a magyar politikába, ebbe az undorító, jelen pillanatban undorító magyar politikába, akkor Isten óvja, vagy Isten mentse meg a Gyurcsány Ferenceket. Mert nagyon-nagyon szörnyű és sötét napok jönnek majd rájuk.
eljön az igazság pillanata. És ha eljön az igazság pillanata, akkor talán az, ami ma még gyász, vagy emlék, ezt megmerem kockáztatni, ünnep lesz. Eljön az a nap, én hiszek benne, hogy június 4-e nem gyásznap lesz, hanem ünnepnap. Ugyanis képesek leszünk talán úgy felfogni Trianont, hogy ez nem egy sorscsapás volt, amit mi passzívan elszenvedtünk, hanem egy próbatétel, amely elé a Jóisten állított bennünket. Ha tudunk ebben hinni, akkor ünneplap lesz Trianon. Ugyanis a Jóisten mindig azokat teszi próbára, akiket a legjobban szeret, és akikben a legjobban bízik. És sohasem tesz senkit olyan próba elé, amit nem képes meg kiállni. És én hiszek benne, hogy a magyarság itt most a legmélyebb ponton elindul felfelé, és képes lesz ezt a próbát kiállni. Hogy talán már jövőre, amikor itt újra összegyűlünk, akkor már azt fogjuk tudni mondani, hogy a történelmünk legnagyobb próbáját, a magyarság szétszabdalását, a Jóisten kegyelmével, a saját erőnkből kiálltuk, hogy megálltuk a helyünket, és hogy dicső hely illet meg bennünket a nemzetek családjában, mert nem vagyunk senkinél sem alávalóbbak. És nem kérünk semmi olyat, ami kitüntetett dolog volna. Alapvető dolgokat kérünk és követelünk. Magyarként akarunk élni azon a földön, a Kárpát-medencében, amelyért a földért a mi őseink harcoltak és hullatták a vérüket. És ezért a földért nekünk harcolni kell, szóval vagy tettel, akkor mi harcolni fogunk érte. És a Jóisten dicsőségére kiálljuk a próbát, újra egyek leszünk. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak ilyen nagy számban, és úgy búcsúzom, ahogy köszöntöttem önöket. Adjon az Isten! Isten áldja magukat! Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágban könnyebb lesz majd a sorsod hordanod. Eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakú vágyait kibontad. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem átsol a lelkedből. Ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. Eredj, ha azt hiszed. Ha majd úgy látod, hogy minden elveszett. Inkább sem, mint hordani itt a jármot. Szord a szelekbe minden régi álmod. Ha majd úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted! Itthon maradok én. Károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek örlő szú az idegen fában, leszek az alja felhajtott kupában. Az idegen vérben leszek a méreg, mi az ma láz, lappangó rút féreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temet bár, halló fülekbe cseng és lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinar, a kanóc része, lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban éjben, míg a keservek lőporához ér, és akkor... Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig varjú a száraz jegenyén. Én itthon maradok.
elindulsz végre, mindig csak keletre tarts. Sohasem nyugatnak, s ne félj, hogyha estére kóbor kutyák a sarkadban ugatnak, nincs oly erő, mely útjába állhatna már. Hó tiszta szavaknak, s nem engedi, hogy kezet nyújtson, ha kell. Magyar a magyarnak, arra indulj, az igen csak igent jelent. És hihetsz az embernek, súlya igazán az adott szónak van. És nincs helye lehetnek, arra indulj, ha a zászlót még tisztelik. S hogy a haza mit jelent, nem kellett tanulni soha, csak tudják és érzik a szívükben itt bent. Vagy fárad, vagy fárad. Most, hogy megjöttem, mutam végén, itt hol vagyok. S nézem a hegyeket, a partjára ülök, s a jéghideg küküllőben hűtöm az üveget, a fenyők illatát érzem, s ha jól figyelek, hallom a szavukat, Isten hozott testvér súrják, és lassan meghagyják magukat. Most, hogy örülnöm kéne, látod, mégis csak hallgatok. Az eső csöpök szép csendben, s én a rég múltra gondolok. 83 éve, az eső a könny az arcomon, piros vérű fehér havon, zöld fű növi majd, jaj, tavaszon. Hallgatók, az eső csöpök szép csendben, én a rég múltra gondolok. 83 éve, az eső a könyv az arcomon, piros vérünk fehér havon, zöld fű növi majd tavaszon.